bár világít a nap, bizony hűvös, csípős idő van, de hát ez nem baj, mert mi megérkeztünk Mezőkövesd Zsóri fürdőre, sőt egyenesen ide a Hajnal Hotelbe. Ez azért jó, mert bár ugyan kint hideg van, de itt benn melegen fogadnak minket, sőt, meleg víz is vár minket, egészséges, gyógyító meleg víz, finom ételek, tehát nincs más hátra, mint hogy megismerkedjünk a Hajnal Hotellel. Már épp bementünk volna a hotelbe, amikor vendégek érkeztek, és ez az úr hajlandó nekünk elmondani, hogy miért és honnan jöttek ide. Na, mi Old Mellől jövünk ide, általában ma régebbtől járunk, mert tetszik nekünk ez a víz, úgy érezzük, hogy az ízületeinket ez helyrehozza, és úgy érezzük, hogy ez a heti fürdés mindig felfrissíti az ízületeinket, és jobban érezzük magunkat. Bent a hotelben a fürdőn meg van, hogy azt tapasztaljuk, hogy a víz minősége jó, aztán tisztább a víz, és a járólapok se csúsznak úgy, mint másütt, úgyhogy a balesetveszély is el van kerülve. Ezért látogatunk hetente általában egyszer el ide. Hát akkor jó gyógyulást kívánunk, kedves Béla! Köszönjük szépen, és majd vissza fogunk emlékezni önökre, hogy együtt veszélygettünk. Csókolom! S mindezt hallva, épp hogy csak lepakoltunk hangulatos kis szobáinkban, és már is indultunk a csodavíz nyomába. Itt vagyunk ebben a finom csodavízben, mert ugye a puding próbája is az, hogy esszük, hát mi meg most ezt a csodavizet próbáljuk. Kedves Sándor, mit tud ez a víz? Hát nagyon jó hatással az ember egészségére, mozgásszerű problémákkal lett bevizsgálva, az egyik, a másik pedig a bőrgyógyászati problémára, a pitkesömörre. És mind a kettőnek nagyon komoly eredmény jelent a vizsgálatokban, ami azt jelenti, hogy úgy készült, hogy fele vendégek gyógyvízbe fürödtek, másik fele sima vízbe, és akkor ők nem tudták, hogy melyik milyen víz, és akkor így lett megvizsgálva a víz, és aki gyógyvízbe fürödött, annak nagyon komoly eredményei lettek. Jobb volt a mozgása, jobban mozogtak az ízületei, megszűntek a fájdalmai, és a pitkesömör miatt nagyon csodálatos volt, hogy legelőször, aki volt itt, egy hét alatt olyan volt a teste, mint a halpitkely, és egy hét alatt a testének az egyharmada maradt rózsaszín. Úgyhogy nagyon komoly eredmény, és ez az ember már meg is gyógyult. Balatonról telefonált, mert Sándor, itt vagyok a Balatonparton, az unokáimmal, ez nagyon örömétek ki, személy nyomdájtán. És azt is mondják, hogy itt a szállodában saját kút van. Vajon ez miért jó? Erősebb a víz? Hát igen, 100%-os gyógyvízünk van, ami azt jelenti, hogy saját kútunk van, és 485 méter mélyre fújtok meg, 48-os a talpőmérséklet, pozitív a kút, ha magától jön fel, akkor alacsonyabb a hőmérséklet, ha meg azt akarjuk, hogy melegebb legyen, akkor bekapcsoljuk a füvetőt, és a szivattyú nyomja bele a melegtőt, az egyen melegebb van, és akkor így be tudjuk állítani megfelelő hőfokkal a vízünket. És ez nagyon jó hatással van ember egészségére. És nagyon fontos, hogy jó használják a vizet, mert nem szabad sokáig benne lenni a víz, de fél órát maximum, és akkor utána kijönni, átmenni az úszómedencébe, vagy a szabadban egy 15 percet, és akkor utána megint kell kezdeni, és minél többet megismételjük, annál jobb, mert meleg vízbe kitágul azért, tehát visszahúzódik, nagyon jó a víz összetétel, jó sokat benne lenni,
De így, hogy kitágul és visszahúzódik, tisztul az éjfal, és rugalmasabbá válik, és utána jobban működik ezekbe a szervezetek. Aki itt lakik, annak természetesen hozzájár a szálláshoz, hogy lejöhet a medencékhez? Igen, természetesen végeredményben a gyógyvíz használata, akkor a szauna, és hát ezenkívül vannak még gyógykezelések is, azok olyan támogatással is igénybe vehetők, de aki nem olyan támogatott, az is jöhet. Másik pedig a magnetik terápia, mi akupunktúrás pontokon keresztül az egész szervezetet, olyan hatással van a szervezet, hogy a sejteket megerősíti, és erősebbre válnak, és akkor utána jobban működik az egész szervezet. Ildikó sem először van már itt a hotelben. Miért szeret ide járni? Az Zóri vizet már több éve megszerettük, de amióta hallottam, hogy a nagy strandon kívül itt is üzemel, a Hajna Hotelban, azóta csak ide jövünk, hűségesek vagyunk. Nekem nagyon jó az izületi problémáimra, bőr problémákra, regenerál, pihentet, itt el tudok lazulni, úgyhogy nagyon gyakran veszek igénybe ilyen többnapos csomagot, mint jelenleg is. Éppen ma készülök haza. De mivel nem lakunk messze, 60-ban lakunk, egy óra alatt ideérünk, nagyon gyakran leruccanunk csak egy napra. Kezelések is vannak, igénybe vettem már a mofettát, a masszást, a fotelmasszást, úgyhogy nagyon sok lehetőség van a pihenésre és a regenerálódásra. A víz különleges gyógyító erejével fogunk még foglalkozni, de most jöjjenek velem a szálloda abba a szárnyába, ahol a legkülönbözőbb terápiákat, kezeléseket és eszközöket vehetik igénybe egészségük megőrzéséért, vagy éppen helyreállításáért. Először ismerkedjünk meg a denevérágyjal. Jó. Körülbelül egy ilyen szögben. Igen. Talán megfelelő lehet ez a nyújtás. Ha egy picit sok, akkor visszaengedem, hogy ne legyen ilyen meredeken, jó? Így vagyok minden, hogy a fokozatosságnak, ugye az fokozatosan szoktuk igen. Leengedni, hogy szokja ugye a nyújtást a gerinc, és hogy felszabadulnak ugye ezek a porckorongok a nyomás alól, hogy ugye neki, hogy problémája van az úrnak a sérvel, ezért, hogy a nyomás ne legyen rajta, ugye, és ilyenkor a gravitáció segít tulajdonképpen, hogy eltávolodnak egy picit egymástól a csigolyák, és talán így könnyít neki rajta, hogy ne nyomódjanak. És ez olyan 10 percig szokott lenni, hogy nyújtás alatt van. Addig kellene bírni, ha bírja, hogy meglátjuk, hogy meddig. Persze. Milyen érzés egyébként? Ez szokatlan. Ha ezt jónak fogom megítélni, azt gondolom, hogy ez fokozatosan őtság elvét betartva mindig kell gyakorolni. Hát közel másfél évtizedet műtötték a sérvemet elő, első alkalommal majd újra, és most két újabb sérvem van. Eddig nem mertem kipróbálni, ide visszatérő vendégek vagyunk, és most bízva a kedves hölgybe, az elmondottakba kipróbáljuk, és még az itt létünk alatt talán még egyszer újra megkíséreljük. Én úgy gondolom, hogy akár így napi rendszerességgel most még itt tartózkodnak, hasznos lenne ezt így folytatni, és akár ha bevált, akkor ezt otthon is lehetne, ugye, keresni egy ilyen lehetőséget, ahol ezt lehetne.
gyakorolni ezt a nyújtásokat, mert ha jótékony neki, akkor ez segítene abban, hogy ne fájjon a gerince. Még annyit megtehetnénk, hogy esetleg, mintha amikor nyújtózkodik reggel az ágyban, hogy felrakja a karjait, és mintha elkezdene nyújtózkodni egy kicsit, hogy leugassa le a karjait, és még annyit tehetünk, hogy bocsánat, hogy mint amikor oldalra akar fordulni egy picit, mintha át akarná rakni a karját, mintha így, mert a deréknál érezni ezt a csavarodást, meg ezt a nyújtózkodást. Igen. Másik oldalra is. Ahogyan érzi, igen. Ha jól esik, igen. Akkor csinálja, mint hát szeretne fordulni. Igen. Így. Igen. Jó? És akkor ugyanúgy vissza. Mint mondtam, azóta egy egész más életminőséget kell megélnem. Igen. Tehát reggésére fölébredek, felülök az ágy szélén, és nem állok talpakra azonnal. Igen. Illetve hát abit csak lehet emelni kell, nem nagy súlyokat, de mind combból inkább, mint hogy derékból és úgy a karerőt kihasználva. Igen. Tehát nagyon sok minden oda kell figyelni. Igen, a megfelelő súlyát helyezésre kell szabadna felemelni a súlyokat. Ahogy felemeljük a földről, mert ugye nem szabadna egyből derékből hajolva felemelni, mert ugye ezzel terheljük a legjobban a derekat és a háti gerincet, ugye. Egyébként én azt gondolom, hogy ugye a kedves hölgytől kérdezem, ezt csak karban lehet tartani. Erre igen, vigyázni kell, nagyon-nagyon kell rá vigyázni. Én ezért szeretek húzni, tényleg nagyon óvatosan közlekedni, mozogni. Hirtelen mozdulatokat nem is igazán célszerű tenni. Ha bármi, meg kellett azt tanulni, hogyha történik egy zajhatás, ne hirtelen kapjuk hátra a tekintetünket, hanem óvatosan megfordulva azt megfigyelni. Szakaszosan engedjük vissza a vendéget, nem egyből engedjük vissza a denevér ágyat a kiinduló pozícióba, hanem lassan kell visszaengedni, hogy az egyensúly, a vérkeringés, minden a vér egyensúlyba kerüljön. Tehát azért nem szabad egyből vissza. Így is furcsa lesz egy kicsit utána neki majd, hogy mire megszokja, hogy ne szédüljön, mert egy picit szédülni szoktak utána. Jó? Jó. És akkor most engedem egy kicsit vissza, tehát egy felé körülbelül, mint ahogy le volt engedve. Megállunk egy pici időre, és akkor utána tudjuk visszaengedni. És addig is pihenhet egy kicsit, még feküdhet, mi kibontjuk a bokájánál, mert ott van rögzítve, és akkor felül a denevér ágyra, és utána még üldögélhet rajta, még úgy érzi, hogy nem szédül, és le tud jönni a denevér ágyra. Úgyhogy most még engedek megint rajta. Igazi hős? Tépőzárakkal van rögzítve, és egy kampóval, hogy be van lent akasztva, hogy ne csúszson le a vendég, mert ez fogja tulajdonképpen a súlyát a vendégnek. A de muszáj volt ezt a súlyt megrögzíteni. Jó, és hogyha úgy gondolja, hogy úgy érzi, hogy igen. Hogy fel tud ülni, csak üldögéljen egy kicsit a denevér ágyon. Igen. Jó? Így, hogy... Halihó! hogy érzi magát? Semmit nem érzek, nem szédülök, nem... Milyen érzés jó, volt? Kellemes. Ő rosszabbra számított, megbűzítettem, olyan húzás, nyújtás, igen. Hogy bármi fog jelentkezni. De érzetve milyen nem. Volt ott a derek a hát? Talán, mint egy picit lazább lett volna, hogy ellazul, nem terheli valami. Akkor összességében ez egy pozitív élmény volt? Ezt folytatni kell, azt gondolom. Úgy gondolom, hogy nem rossz, ha nem jó érzéssel távozik tőlünk ezzel kapcsolatosan, akkor szerintem jó lenne. Jónak tűnik mindenképpen, úgyhogy köszönöm szépen a kezelést. Szívesen. Most pedig ismerkedjünk meg a magnevit terápiával. Magnevit terápia, dupla mágneses elektromos kezelés, tulajdonképpen a belső szervek működésére gyakorol hatást a akupunktúrás pontokon keresztül. Megnedvesítjük a korongokat, mert ugye így jobban fogja érezni azokat a egy kicsit ilyen csipkelődő érzése van a korongoknak, ahogy az impulzusokat, ahogy átviszi.
a korongok ebben az esetben, ahogy ide helyeztük őket, a mögötte lévő szervek működésére fog hatni, tehát annak a vetülete, ahol mögötte vannak a szervek, ugye, ami mögötte. Tehát a szív, a tüdő, a vese, meg a többi részek, ugye, a húgyhólyag részeire hat tulajdonképpen, meg maga az izmokra is fog hatni. Jó, jöhet a következő pár. Jó. Rendkívül érdekes és hatásos a Mofetta kabin. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy Mofetta kezelésre jöttem volna én. Jó, rendben van. Tessék parancsolni, ebbe a fülkébe köszönöm lehet szépen ülni. Papucsot tessék nyugodtan levetni, úgy sokkal kényelmesebb. Könnyebben is felszívódik a gáz, hogyha... Több ízbe volt, amit már önöknél. Igen. És nagyon jó hatással volt rám. Igen. És ezért gondoltam, hogy ha már a disznótorra eljöhetek, akkor együttöltöm itt a kezelésekkel. Úgyhogy ma és holnap is jönnék. Rendben van. Jó, rendben azóta van. Nem görcsöl a lábam éjszakánként, úgyhogy nagyon örülök. Akkor kedvező hatással kedvező van akkor a keringésére. Igen. Jön. Mit tetszik érezni ilyenkor? Hiszem, hogy fújni jön. Egyelőre még hideg, mm-hmm. Ugye, mert most ez bekapcsolva. De aztán melegszik ez úgy. Igen. Akkor a jó már, amikor a lábam is meleg tőle. Ez egy olyan 40-50 perces kezelés. A gyertya meggyújtásában azt ellenőrizzük, hogy milyen magasan van a gáz, meddig kell engedni a gázt. Általában egy szív magasságig szoktuk engedni, és időnként később ellenőrizve ugyanúgy a gyertya lángjával ellenőrizzük, hogy hogyan fogy el, hogy szívódik fel, milyen gyorsan a gáz. Ha elaludt a lángja, akkor elzárjuk. Ezerjük, és akkor időnként ellenőrizzük majd, hogy milyen ütemben fog felszívódni a gyertya lángjával. Hogy. Ez a gáz, ez egy széndioxidos száraz kezelés, és a vérkeringésünkre hat, tulajdonképpen értágító hatása van. Szokták használni cukorbetegség esetén is, mert ugye vízszeres lábakra, igen, nyirokkeringés, ugye nem megfelelő, érkeringés nem megfelelő, ugye az abban segít, hogy tágítsa az ereket. Standbe ültetés után is szokták használni, ugye. Tehát bármilyen keringési betegségekben jótékony hatással van az erek állapotára. A gáznak a felszívódása, hogy milyen állapotban van a szervezet, vagy éppen milyen problémák állnak fent, és mennyi idő alatt tudja ugye a szervezet a felszívni, felvenni a bőrön keresztül ugye a gázt. Én ezért járok ide. Visszeresek nagyon a lábaim. Kezelést akkor milyen már az hatása? Első kezelés után javult a lábam. Nem indult be éjszaka a görcs a lábamba. Tehát már akkor mindenképpen hatásos, mindenképpen, akkor már az első kezelés után is vannak. Mindenképpen, hát itt voltam már ötször vagy hatszor voltam. Igen. Itt alvósként is, meg bejáróként is, Miskolcról járok én ide, és nagyon jó a busz is itt van közel, és akkor hát mondom, nagyon sokat segítettek.
Még újnak számít a rendkívül hatásos lökéshullám terápia. Ez a hideg, ami ultrahanggel van rajta, hogy így ezen keresztül megy a pisztolyt, ezen tudjuk csúsztatni tulajdonképpen, hogy ne szárazon. Jó, egy 2,5 bar nyomás intenzitással szoktuk kezelni a területet, azzal kezdünk, és van egy hangja ugye ennek a gépnek, olyan, mint egy kis ütvefúró hangja van, úgyhogy azért mondom el ezeket, hogy ne ijedjen meg. Azokon a területeken, ahol probléma van, ott szokott fájni tulajdonképpen, és azt a területet kell kezelnünk. Ahol nincs probléma, ott nem szokott fájni az a terület. Találtam valamit? Na, ott fáj. Ott gyulladás van, ahol fáj. Na, most akkor megkezeljük egy kicsit a Glóriának a sarkát, tulajdonképpen. Ezeken a területeken fáj-e valahol? Nem? Igen, és itt belülről, egy picit itt is megnézzük. Itt van-e valami? Itt kezdődik a saroknál. 5.-6. kezelés után szokták mondani, hogy sokkal jobb az állapot. Tehát fokozatosság van benne, hogy fokozatosan javult. Tehát és nem csak akkor hat, amikor éppen kezeljük a területet, hanem mivel hogy ez egy öngyógyító folyamat, ugye ez sokáig, tehát folyamatosan zajlik a szervezetben ez a gyógyulás. De van még vikardió, szonoterápia, bémerterápia, magnevit reflex, magnetoterápia, magneterkezelés, jádeköves masszázságy, 3D-s csígép, fényterápia, egészséges víz, gyógymasszázs. Tangentor, iszappakolás, kádfürdő, szénsavkád, felsorolni is nehéz a teljes kínálatot. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit tudományosabban is ezzel a csodavízzel. A 60 Celsius fokos gyógyvízként tartalma Magyarország összes gyógyvize közül a legmagasabb. De tartalmaz még káliumot, nátriumot, kalciumot, magnéziumot, mangánt és vasat, az anoinok közül nitrátot, nitritet, kloridot, szulfátot és hidrogénkarbonátot. Az anionok és kationok összesen 2513,5 mg per litert jelentenek. Alkalmas reumás megbetegedések, ízületi gyulladások és kopások, női betegségek és bőrbetegségek enyhítésére, gyógyítására, segíti a sérülések gyógyulását és az ortopédiai műtétek utókezelését. A fürdőzésben a fizikai hatások közül legkedvezőbb a felhajtó erő, amelynek következtében a testsúly 1/10 csökken, ezáltal az ízületek terhelése minimális lesz. A hidrosztatikai nyomás a keringést befolyásolja, a felületes viszér és nyirokereket komprimálja. Ezáltal a traumás vagy statikai eredetű duzzanatok mérséklésében játszik jelentős szerepet. Az egyik gyógymedence 34-36 Celsius fok hőmérsékletű, az úgynevezett anyagcserére közömbös hőmérsékleti tartományhoz tartozik. A másik, a 38 fokos, mérsékelten meleg fürdőnek számít. A meleg vízben a bőrerei kitágulnak, fokozódik a szövetek oxigénellátása, csökken az izomtónus, ezáltal a melegfürdő izomlazító, fájdalomcsillapító hatású és kedvezően befolyásolja az idült gyulladásos folyamatokat is.
És ha már jól kiáztunk, magunkba szívtuk a sok ásványi anyagot, s kipróbáltunk egy tucat terápiát. Itt az idő, hogy a gasztronómiai élvezeteknek is átadjuk magunkat. Az étterem igazi magyaros konyhát vezet, minden házias és bőséges. Látszik, hogy a vendégek is élvezettel kóstolgatnak a sokféle finomság között. A kiszolgálás kedves, figyelmes, itt szeretik a vendégeket. Ahogy már említettük, itt a Hajnal Hotelben kiváló a konyha. Finomabbnál finomabb ételeket kóstolhatunk, igazi magyaros ételeket is, úgyhogy kíváncsiak voltunk, hogy vajon a vacsoránál mi a véleménye a vendégeknek. László és Terike már visszatérő vendégek, mióta járnak ide a hotelbe? Hosszú évek óta ide járunk a párommal a Hajnal Hotelben, nagyon megszerettük. Egyszerűen kedvesek a vendégek, tehát a vezetéstől kezdve a kiszolgáló személyzet, a recepció, minden, szóval elmondhatatlan, milyen kedvesek, aranyosak. Általában egy évben négyszer jövünk, minimum négyszer szoktunk eljönni, szoktak rendezni ilyen disznótoros hétvéket, ott a helyünk, hogy lehetőség van rá, alkalomattán mindig eljövünk, jó a zene, szeretünk táncolni, nagyon jó zenekar van, nagyon jó a zenészünk, nagyon szép számokat játszik, a lassútól, a gyorstól kezdve, minden korosztály számára játsz, és ismer a slágereket, a régi slágereket, a mai slágereket, hát gondolom, ezek a korosztály, korombeli, illetve fiatalabbak is nagyon szívesen veszik ezt a Hajnal Hotel. És hogy ízlenek az ételek? Az ételek nagyon finomak. Tehát úgy még nem találkoztunk étellel, ami nem lett volna finom. A levestől kezdve, a másodiktól, a harmadiktól, mindegyik ízlik. Vannak desszertek is hozzá, különböző minden. Itt tehát tulajdonképpen éhesen nem lehet maradni. Aztán vannak hétvégek, amikor vannak disznóvágások, isteni finomak a disznótorosok, minden. Jól érezzük magunkat, élő zene van, lehet táncolni, minden korosztály, fiataltól, középkorosztály, időskorosztály, megtalálja itt a helyét, mi szívesen tudjuk ajánlani, nem véletlen járunk ide, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki ide vágyik, nem csak a disznótorosra, hanem év elejétől, tehát január 1-től december 31-ig szívesen ellátásba fog részesülni, mert szívesen fogadják a vendéget. Terike, vannak kedvenc ételeid? Kedvenc ételem nincs, de itt minden nagyon finom, és mindent szeretek. Ízletesen főznek, kiváló az ételük, és laktózmentes ételt is találunk, és tejet is találunk, ami nekem nagyon jó, mert én laktózmentes ételeket tudok enni. Hát most már nem állom meg, hogy azért rákérdezzek, hogy vajon a víz is ennyire ízlik? Mozgásszerű problémáim vannak, és ez kiváló, úgyhogy itt vagyunk 2-3 napot, és szinte majdnem meggyógyult a problémám, úgyhogy utána normálisan tudok mozogni, szinte megszaladni is tudok. És ezért nagyon örülök, és szívesen járunk ide. És László szintén élvezi a fürdést? Én nagyon szeretek fürödni, úgyhogy itt meg lehet találni. Ez a víz sok mindenre jó. Tehát legyen úgy, hogy mozgásszerű problémákra, nem véletlen, mert ebben a korban már kevés embernek van az, hogy ne legyen problémája. Tehát valami ízületi, vagy csontkopás, vagy bármilyen ilyen problémája van. Jó. Én már észrevettem ezet, nem véletlen, egy évben többször jövünk, minimum 4-szer jövünk, és nagyon jó. Tehát a másik dolog meg az, hogy vannak terápiás kezelések is, azokat is igénybe lehet venni, úgy, mint STK alapon, úgy, mint maszek alapon is, és igénybe lehet venni, nagyon jó, van mofetájuk, te kezdve minden van, tehát úgyhogy nagyon jó. Én észrevettem, mert kevés az az ember, kérem, akinek már bizonyos korban, tehát mint amilyen korban én is vagyok, hogy ne legyen valami mozgásszerű problémája. Tehát észrevettem nekem a térdemre, a csipőmre, a váll ízületeimre, ugye, mert az ember, ahogy korosodik, úgy jönnek elő a problémák. Tehát és én nagyon meg vagyok elégedve itten bármilyen szinten a kezelésekkel, a vízzel. Én hallottam már, van akinek a pikkelysömörre is nagyon jó volt, a solárisra nevezetnek, arra is nagyon jó volt a kezelésekre. Ugye azt többször igénybe kell venni, nem csak egyszer, legalább 6-10-szer igénybe veszi, és olyannal beszéltem, akinek elmúlt ez a dolga, és nem jött elő neki, csak évek múlva jött neki elő. Mindenkinek tudom ajánlani.
mindenkinek jöjjenek el Zsóri fürdőbe. Éjszakai pihenés után a reggelt kezdhetjük egy kis wellness-szel. Jól esik a szauna forró levegője, amely tágítja az ereket, tisztítja a pórusokat. Utána jöhet a jéghideg zuhany. Lehűtjük a felforrósodott szervezetünket. Vagy éppen csobbanhatunk a hidegvizes medencébe, ahol egy kis mozgás is tanácsolható. És ezeket többször is váltogathatjuk, hiszen a hideg-meleg változtatása tornáztatja ereinket, jót tesz az érhálózatunknak. A sószobában tisztul a tüdőnk, relaxálhatunk, és átjár minket a nyugalom. A kicsik sem unatkozhatnak, itt megvan minden egy kiadós játékhoz. A felnőttek is szeretnek játszani, ezért nekik itt van a darts, a rexasztal, lehet versenyezni, és találnak számos kártyajátékot. Hétvégi szórakozás és kikapcsolódás lehet a disznótoros program. Erre külön kell jelentkezni, de garantált izgalmas 3 napot jelent. A reggelt egy kocintással kezdhetjük, s ezután figyelemmel kísérhetjük egy hagyományos disznóölés mozzanatait. A perzseléstől az abálé készítésig. A hús feldarabolásától a hurka vagy kolbász elkészítéséig. Amint látják, aki szeretne, mint ez a kislány is, beállhat segíteni a böllér és társaik mellé. Nézzük, hogyan töltik a hurkát. Már kész a bekevert töltelék. Vagy itt éppen a kolbász készül. Csak úgy illatozik a finom fűszeres hús, várva, hogy megkapja burkát. Ezt szívesen elnézegetjük. Bizony, itt a mennyiség látványos, hiszen egy egész szállodát kell majd jól lakatni. Az orjaleves után szinte mennybe szállt a szálloda, ugyanis mindenki szinte egy emberként sóhajtott föl. Ó, de finom!